Visszavonta vallomását a Teréz körúti robbantással gyanúsított férfi. Az ügy tárgyalásának első napján derült ki, hogy a fiatal férfi az apja által szervezett megfigyeléstől akart megszabadulni a merénylettel. P. László korábban elismerte, hogy ő robbantott fel egy házi készítésű bombát. A támadásban két rendőr súlyosan megsérült. Bilincsben vezetőszáron kísérték a 25 éves fiatal embert a tárgyalóterembe. Kíván-e vallomást tenni? Hát én semmilyen vallomást nem akarok tenni. Semmilyen vallomást nem akar tenni, megértettem. Azt azért megkérdezem, hogy az ügyben a bűnösségét elismerje. Mondtam az előbb, hogy semmit. Nem ismerek el, és nem kívánok semmilyen vallomást tenni. Megértettem. Sőt, P. László a korábban tett vallomásait is visszavonta, de ezeket a bíró felolvasta. Ebben még elismerte, hogy ő készítette és tette ki a bombát a Teréz körútra. Később ügyvédje a férfi elmeorvosi vizsgálatát kérte. Védence viszont nem szeretné a vizsgálatot. Hozzátette, ha kötelezik rá, akkor idézem, elbeszélget azokkal az emberekkel. A védő szerint a férfi nem ismeri be magának, hogy beteg. Itt elmeorvosi vizsgálatról van szó, és elmebeli problémáknak elég gyakori velejárója, hogy az illetőnek, aki esetleg ebben szenved, nincsen úgynevezett betegségbelátása, tehát ő maga saját magát nem érzi problémásnak vagy betegnek, ezt a kívülállók másként látják. Védence korábbi vallomásában azt mondta, hogy apja figyeltette őt, sőt megvádolta azzal is szüleit, hogy gyermekkorában őt örökbe fogadták, és azt is mondta, hogy csippet ültettek be az agyába. Édesapja szerint a fiának tudatmódosítószereket adtak, azért állíthatott ilyeneket. Februártól kezdve van így. Akkor februárban egyik napról a másikra úgymond hülyeségeket kezdett el beszélni, tehát nekem a telefonba 14-én elkezdett ilyen félig ilyen mólés hangon, tehát mint egy kicsit piás lett volna ilyeneket mondani, és utána vallomást tett másnap. Apja még mindig lehetetlennek tartja, hogy fia robbantott. A bíró döntött az elmeorvosi szakértő kirendeléséről, különös tekintettel az autizmus vizsgálatára. P. Lászlót 2016. októberében tartóztatták le, tavaly decemberben emeltek ellene vádat minősített emberölési kísérlet és terrorcselekmény előkészítéséért. A per jövő héten folytatódik.